A héten több tűzesethez is vonulnia kellett a Tolnavár megyei tűzoltóknak. Sok esetben a nyílt láng okozta a problémát. Többek között Szexárdon a Remete utcában csaptak fel a lángok az egyik házban. Egy szoba teljes egészében leégett, valamint egy konyhában is tűz keletkezett, két helység gyakorlatilag az érintett ingatlanban teljes mértékben kiégett. Itt feltehetően egyébként egy mécses okozta, generálta ezt, ezt, a tüzet. Tehát itt a nyílt használat használata ilyen szempontból is nagyon fontos felhívni erre a figyelmet, hogy ez ott van bármelyik napszabban egyébként ott leselkedik, mint potenciális veszélyforrás. Az elektromos tüzeket is abszolút ide sorolnám még, azok is sajnos uh, adott esetben Különböző tüzekhez tudnak vezetni. Emellett a téli fűtési szezonban a különböző fűtő- tüzelőberendezésekre kell fokozottan figyelni, mondja a szóvivő, hiszen ilyenkor akár egy kis kipattanó szikra is hatalmas lakástűzhöz vezethet. Vannak egyéb olyan eszközök is, amelyek pedig még pluszban a biztonságunkat szolgálják, ilyenek a füstérzékelő egyébként eszközök, amelyek még idejében riasztanak bennünket, hogy probléma van. Nyilván itt az éjszaka során, itt akár az alvás ideje alatt is jelzik azt, hogyha egy lángra kapna valami a lakásunkban, és még van időnk egyébként akár idejében cselekedni, még egy kezdett tüzet el tudunk oltani. Ezt nyilván akár segítségünkül lehet egy 6 kilós borraloltó készülék, hogyha ez van a lakásunkban, az otthonunkban. Természetesen a legfontosabb a testi épségünk, adott esetben a füstérzékelő jelzésének köszönhetően lehetőségünk van még időben elhagyni a házat. Annak érdekében, hogy a legmegbízhatóbb eszközt tudjuk beszerezni, a katasztrófa védelem egy listát állított össze, amit online a szervezet weboldalán tekint tettünk meg.